A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket, ma november 18-a Jenő és Jónás napja van. 1626-ban megtartották Rómában a Szent Péter Bazilika végső felszentelését. 352 éve máig tisztázatlan körülmények között vadászat során meghalt Zrínyi Miklós gróf horvát bán. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először röviden. Átadták az apácai kollégium új épület szárnyát Újvidéken. Az intézmény épületének bővítését az anyaország is támogatta. A Magyarországon megjelent madárinfluenza miatt Szerbiában veszélyeztetetté nyilvánították a határövezetben húzódó területet 10 km mélységben. Eddig több mint 2500 család boldogulását segítette a magyar kormány gazdaságélénkítő csomagja Vajdaságban. Több mint 30 migráns próbált meg ma délelőtt egy tehervonaton átszökni Szerbiából Magyarországra. Az Újvidéki Apácai Kollégium amellett, hogy otthont ad, őrzi és ápolja a magyar nyelvet és a kultúrát, mondta ma Balogh Zoltán, Magyarország emberi erőforrások minisztere, a Diákotthon új épület szárnyának ünnepélyes megnyitóján. Az intézmény épületének bővítését az anyaország is támogatta. A Szent Tamási Kraszuják Orsolya 4 éve az Újvidéki Apácai Diákotthon lakója. A fiatal egyetemista elégedett a körülményekkel, a Diákotthonban szervezett programokat és a közös szabadidős tevékenységeket pedig nagyon hasznosnak találja. Mi most ott a padlás részen 3-an vagyunk, viszont a szobában csak 2-en. De hát nagyon jó, tényleg egy kis családias hangulata van az egésznek, a fiúkkal is szoktunk társalni, mert hogy kaptunk egy pingpongasztalt is, és hát minden nap ugye megy a meccs, úgyhogy nagyon jó itt kint. A Diákotthon bővítését tavaly szeptemberben kezdték meg. Az anyaországi támogatásoknak köszönve ezek a munkálatok 2016 májusára be is fejeződtek. Így a mostani iskolai év kezdetén a diákok már be is költözhettek az új épület szárnyba. Nagyon-nagyon sokat jelent, nem csak anyagilag, hanem lelkileg is, mert ez a magyar egységet bizonyítja. Ezek a gyerekek magyar kollégiumban lakhatnak, elveszítik tulajdonképpen a magyar kultúrával való kapcsolatukat, mivel szerbül tanulhatnak csak az egyetemen, de mi azért tartjuk az előadásokat, hogy ez a kapcsolat megmaradjon. Balogh Zoltán, a Magyar Emberi Erőforrások minisztere az épületszárny ünnepélyes megnyitóján aláhúzta. Erős magyar érdekképviseletre van szükség a Vajdaságban, Budapest pedig az összefogás pártján, valamint azok mellett áll, akik a legszélesebb körű összefogást tudják megteremteni. Jelen esetben ez a Vajdasági Magyar Szövetség, részletezte a tárca vezető. Örömét fejezte ki, hogy bővült az Újvidéki Magyar Felsőoktatási Kollégiumok helyének száma, hiszen a városban több száz magyar ajkú diák végzi tanulmányait valamilyen felsőoktatási intézményben. És ők itt ebben a kollégiumban nem csak szállást találnak, nem csak alvóhelyet, meg étkező helyet, hanem egy olyan közösséget, ahol a magyar kultúra, a magyar történelem, a magyar identitás az, ami a részük lehet, amiben megerősödhetnek. Ezt mi Magyarországról szívesen támogatjuk és gratulálunk azoknak, akik akár szembe fúj a szél, akár szélcsend van, akár hátszél van, építik, erősítik a magyar közösséget. Az Újvidéki Apácai Kollégiumban jelenleg 56 diák lakik. Az 1999-ben megalakult Diákotthon fenntartását a magyar kormány a kezdetek óta rendszeresen támogatja. Balogh Zoltán az Újvidéki Európa Kollégiumban tartott előadást az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Az eseményről későbbi híradásainkban bővebben is beszámolunk. A tervek szerint a Magyar Emberi Erőforrások minisztere és a VMS elnöke ma Szabadkán sajtótájékoztatót tart. Ezt a Pannon Televízió 19 óra 30 perctől élőben közvetíti. Szerbiában egyelőre nincs jelen a Magyarországon már megjelent madárinfluenza. A H5N8 vírus törzse a Baromfi állományra veszélyes, emberi megbetegedést nem okoz. Az illetékes szerbiai minisztérium veszélyeztetetté nyilvánította a magyar-szerb határövezetben húzódó területet 10 km mélységben. Emiatt Szabadkán a Nagybani piacon, valamint Magyarkanizsán és a környékbeli jószágvásárokon tilos az élő baromfi és a díszmadarak árusítása.
Szabadka központjában most még vidáman röpködnek a galambok. Szerbiában a mai napon még nem észlelték a madárinfluenza jelenlétét, ennek ellenére óvintézkedéseket vezettek be. Kizárólag a madáreledel és a takarmány, illetve a nem szárnyas kisállat árusítása engedélyezett vasárnap a szabadkai galambpiacon. Nyulat, hörcsögöt, tengeri malacot ki lehet vinni a piacra, de baromfit, papagájt, galambot és díszmadarakat nem. Minisztériumi rendeletre elmarad a jövő hétvégére tervezett 33. nemzetközi kisállat kiállítás Szabadkán. Sajnos Magyarországon, tehát nagyon közel hozzánk, az a 10 km zónában, amit pirozónának neveznek, Kelebián és Tompánt megjelent a madárinfluenza, és nagyon-nagyon-nagyon nagy méretben van, és kaptok a minisztériumban egy olyan parancsot, hogy nem tartottuk meg a kiállítást Szabadkán. Dr. Molnár Tibor, a Szabadkai Szakállatorvosi Intézet járványvédelmi szakállatorvosa szerdán a Pannon RTV megkeresésére megerősítette, hogy a válságtörzs figyelemmel kíséri a helyzet alakulását. Szerbiában mondom, ez még nem jelentkezett az aviáris influenza, a madár influenza, és hogyha esetlegesen megjelenik, mindenféleképp további intézkedések lesznek végrehajtva, azzal a célral, hogy ne terjedjen tovább. A H5N8-as vírustörzs a madarak ürülékével terjed. Javasolám a tenyésztőknek is, akinek vannak, szabadon vannak ilyen szárnyasok, csukják most ilyenkor őket be, mert ugyanúgy veszély levegőben is van, hogyha mondjuk egy beteg hattyú átrepül a házon fölül, és leenged valahogy maradékot leenged, az ugyanúgy bébi a fertőzés a többi kisállatjainkat. A betegség szimptomái a szárnyasoknál egy depressziós és lázas állapot az első nap folyamán, és utána nagy elhullás jelentkezik, ami 80-90%-ig is mehet. Szigorúan ellenőrzik a fagyasztott húst Szerbiában, miután a vámosokat arról értesítette a mezőgazdasági minisztérium állategészségügyi igazgatósága, hogy a montenegrói Bári kikötőbe 1982-ben lefagyasztott húst tartalmazó rakomány érkezett. A gépjármű és a személyforgalmat is szigorúbban ellenőrzik emiatt a szerbiai határátkelő helyeken. Az előző híreket hallva nem árt figyelembe venni, hogy hol és milyen húst vásárolunk, sokak szerint érdemes vajdasági termelőtől származó terméket az asztalra tenni. Eddig több mint 2500 család boldogulását segítette a magyar kormány gazdaságélénkítő csomagja, mondta csütörtökön Muzsján Magyar Levente. A magyar gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár kifejtette, a következő másfél évben a szórvány magyarságot is kiemelten támogatják majd, hiszen a szórvány településeken adták át a nyertes pályázatok 33%-át. Muzsja a közép-bánáti körzet legnagyobb magyar többségű települése. Az elmúlt 3 évtizedben 300-zal csökkent a magyar nyelven tanulók száma. A közép-bánáti régióban, amelynek ez a kis falu is része, az emberek 29%-a szegénységben él. Több család külföldre költözött, mert úgy érezte, nincs lehetősége hosszú távra tervezni. Az itt maradtak közül van, aki saját vállalkozásba kezdett, hogy kenyérkereseti lehetőséget biztosítson a családjának. Gombos István a magyar kormány gazdaságélénkítő támogatásának köszönhetően tudja fejleszteni cégét. Mi a mi részünket törlesztettük, papírokat átadtuk, szóval várjuk a prosperitátétú az ő részük befizetését. És akkor azt mondták, hogy ez karácsonyi ajándék lesz. A magyar kormány pontosan egy éve döntött arról, hogy 50 milliárd forinttal támogatja Vajdaság magyar lakta területeinek gazdasági felzárkózását. Mezőgazdasági eszközök, termőföld és haszonállatok vásárlását, emellett új vállalkozások beindítását is pénzelték. November elejétől 2 hitelkonstrukciós és 3 kisösszegű támogatásra is pályázni lehet, mondta el Magyar Levente. A gazdaság diplomáciáért felelős magyar államtitkár a muzsiai lakossági fórumon kifejtette, az új kiírásokkal főként a szórványban élők boldogulását segítenék, ugyanis a sikeres pályázatok 33%-át szórványtelepüléseken nyújtották be. Úgy voltak vele, hogy persze, majd biztos a nagyok meg a tűzhöz közeliek kapnak valamit, a nép meg majd marad a semmivel.
de ez bebizonyosodott, hogy nem így van, és az emberek ezt méltányolják, ezt látják, és ennek a tanú bizonyságát adhatja mindaz a 2500 vajdasági magyar család, amelyik eddig millió dináros nagyságrendű támogatásban részesült. A programot a Vajdasági Magyar Szövetség illetékesei dolgozták ki, a pályázatok lebonyolítását pedig a Prosperitáti Alapítvány szakemberei végzik. A cél, hogy azok a magyarok, akik a vajdaságban próbálják megteremteni a mindennapi betevőre valót, a nagy összegű anyagi forrásnak köszönhetően haszonélvezői lehessenek a gazdaság élénkítő csomagnak, nyilatkozta Pásztor István. A VMS elnöke nyomatékosította, ha az elkövetkező másfél évben sikerül ésszerűen felhasználni a megmaradt forrásokat, akkor létrejöhet egy önműködő, kistérségi gazdasági rendszer. Ezzel remélhetőleg a külföldön élő délvidéki magyarokat is sikerül hazacsábítani, tette hozzá a politikus. Három év alatt rendelkezésre álló pénzösszegnek durván 10%-át használtuk el, az elkövetkező jó másfél évben kell a visszamaradt 90%-ot fölhasználni. Nem elkölteni, nem szétszórni, nem elzilálni, hanem úgy fölhasználni, hogy abból a vállalkozók és az egész közösség profitálni tudjon. A VMS első embere kifejtette, jövőre is azon lesz a hangsúly, hogy a lakossági összejöveteleken elhangzott szükségletek alapján kerüljenek kiírásra a magyar kormány által támogatott Prosperitáti Alapítvány pályázatai. 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve, november ezen hete pedig a fiatal vállalkozók hete. A Magyarországi Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége és a Magyar Nemzeti Kereskedőház tegnap tartotta a Kárpát-medencei Fiatal Vállalkozók Napját Budapesten. Az Entai Lengyel István nemrég kezdett bele vállalkozásába párjával. Hirtelen ötlet volt, Brüsszelben sétálgatva döntöttek úgy, hogy minőségi csokoládégyártással szeretnének foglalkozni. Mára elérték azt, hogy Vajdaság szerte ismerik és keresik is édességüket. Úgy indultunk, hogy egyből egy brandet építsünk, egy márkát, hogy ahogy alakulunk, fejlődünk, úgy tudjuk irányítani először a hazai piacokra, de a jövőben, hogy akár az arculat, akár a név, a márka, a megjelenés fel tudja venni a versenyt a külföldi piacokon is. A Magyar Nemzeti Kereskedőház célja, hogy képességet és lehetőséget teremtsen mindazon vállalkozók számára, akiknek exportképes termékük van, mondta el a kereskedőház igazgatója. Hozzátette, fontos, hogy ez nem csak magyar székhelyű vállalkozásoknak, hanem a határon túli magyar vállalkozások számára is elérhetővé vált az elmúlt időszakban. A képesség és lehetőségemet perspektíva is, ami rendkívül fontos, hiszen nagyon sokan, akiknek van exportképes termékük, de tőkéjük, erejük, kapcsolatrendszerük nincs mindehhez, ezért aztán mi az export promóción túl igyekszünk olyan konkrét képzéseket, üzleti lehetőségeket nyújtani számukra, amelyekkel ezt a tevékenységeket el tudják indítani. A kereskedőháznak már 20 irodája van a közép-európai régióban, amelyek helyben segítik a vállalkozókat. Vajdaságban, Újvidéken és Szabadkán van irodájuk, és az elmúlt egy évben nagyon sok programot szerveztek, amelyek keretében a vállalkozók megismerhették tevékenységüket. Szeretnénk, hogyha tovább fejlődne ez az egységes közép-európai gondolkozás, amit mi az irodák körében elképzelünk. Tehát ha egy vajdasági vállalkozás keres erdélyi vagy felvidéki partnert, mi ebben is tudjuk őket segíteni. A Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság is a gazdaságot helyezte középpontba az elmúlt évben, ezért is lett 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve. A fiatal vállalkozók támogatásával fejlődhet a gazdaság, és ezzel valamilyen szinten megakadályozható vagy csökkenthető az elvándorlás, mondta Szilágyi Péter, magyar nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Ezáltal tudjuk garantálni azt, hogy megmaradunk, ezáltal tudjuk garantálni azt, hogy a magyar nyelv is megmarad, a magyar kultúra is megmarad, hogyha ezek a magyar nemzettársaink helyben maradnak, nem költöznek el, vagy nem mennek el nyugatra. Látnunk kell azt is, hogy manapság két legnagyobb kihívás a demográfiai, az egyik a demográfiai kihívás, a másik pedig a szülőföldről való elköltözés. Ezekkel a programokkal célunk az, hogy ezt lehetőség szerint mérsékeljük, megállítsuk. A hivatalos megnyitó után kapcsolatépítő kávészünetet és kerekasztal beszélgetést tartottak. A fiatal vállalkozók hete keretében egyébként színes programokat szerveztek nem csak a magyar fővárosban, hanem más településeken is.
Alekszandr Vučić ma ellátogatott a Delphi Packard újvidéki gyártelepére. Ebben az üzemben, amely 1500 embert foglalkoztat, elektronikai és elektrotechnikai berendezéseket gyártanak az autóipar számára. A szerb kormányfő, Goran Knežević gazdasági miniszter, Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke és Miloš Vučević újvidék polgármestere társaságában tekintette meg a gyártósorokat. A látogatás oka, hogy a 44 országban működő vállalat tovább terjeszkedne Újvidéken és újabb alkalmazottakat venne fel. Szerbia a legjobb hely, és örülünk, hogy a cég többeket is megelőzött, valamint reméljük, hogy az üzem alkalmazottai elégedettek lesznek, jelentette ki Alekszandr Vučić kormányfő a látogatás utáni sajtótájékoztatón. 2000 će biti na ovom mestu, 1000 će biti na jednom drugom mestu. Ukupno 3000 ima obavezu Delphi po ugovoru, a naša posticajna sredstva, dakle 3000 je ukupno, a 2000 je samo ovde u Novom Sadu. Mi smo davali, na različite načine smo davali posticajna sredstva. Tu je bila velika borba između nas i Delphi-a, i zbog visine investicije, i zbog svega drugog. Dakle, sve zajedno kad saberete oko onoga što smo mi radili, kao vlada Srbije, grad što je radio, 18 milijuna evra. Másodízben szervezték meg Újvidéken a Szerbia és a Boszniai Szerb Köztársaság gazdasági együttműködésével foglalkozó tanácskozást. A fórumot a Szerb Fejlesztési Ügynökség és a Boszniai Szerb Köztársaság kis- és középvállalkozásainak fejlesztésével megbízott ügynöksége szervezte. Az eseményen Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke elmondta, hogy elsősorban a vállalkozók, az intézmények és az önkormányzatok kapcsolatainak fejlesztésén kell dolgozni. Szerbia és a Boszniai Szerb Köztársaság 2015-ben 560 millió eurós kereskedelmet folytattak, amelyből Vajdaság is a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeivel kiveszi a maga részét, tette hozzá Mirović. Szerinte ez az összeg tovább növelhető. Hangsúlyozta, közösen kell fellépni a különböző európai alapoknál, amire eddig nem volt példa. Alekszandr Vučić ma a kormány épületében fogadta a kínai állami bank képviselőit. A találkozón részt vett Jorgovanka Tabaković, a szerbiai nemzeti bank elnöke, Dušan Vujović pénzügyminiszter és Kína belgrádi nagykövete is. Alekszandr Vučić kormányfő már korábban bejelentette, hogy a kínai állami bank 2017. január 20-án nyitja meg szerbiai képviseletét, amely a régi Jugoszlávia tagállamaiban, valamint Görögország, Románia, Albánia, Bulgária területén működik. Bank fiókjainak központja lesz. A szerb miniszterelnök hangsúlyozta, ez egy fontos lépés, mert ezzel Szerbia ezen a téren is a régió központjává válik. A kínai állami bank a világ ötödik legnagyobb bankja. Szigorítja a családon belüli erőszak megakadályozására vonatkozó törvényt a szerbiai parlament. Ezzel egy időben megkezdődött a büntető törvénykönyv módosítási javaslatának az elvi vitája is. A törvény sokkal szigorúbban és egyértelműbben rendelkezik az erőszaktevő eltávolításáról és távoltartásáról. Elismeri a pszichikai és a gazdasági erőszakot is. A javaslat szigorúan előírja, hogy a hatáskörrel rendelkező szervek kötelesek eljárni és együttműködni egymással. A rendőr 48 órára azonnal kiköltöztetheti az elkövetőt, és ha úgy méri fel, hogy az áldozat veszélyben van, az ügyészség pedig 30 napig hosszabbíthatja meg az eltávolításról rendelkező döntést. Az intézmények, köztük az óvodák, iskolák kötelesek jelenteni, ha családon belüli erőszakra utaló jeleket tapasztalnak. Szavazása jövő héten várható, a törvény jövőre lép hatályba. Horvátországból és a szomszédos országokból tízezrek érkeztek pénteken a kelet-szlavóniai Vukovárra, hogy a városnak a délszláv háború idején történt elfoglalása 25. évfordulóján leróják kegyeletüket az áldozatok előtt. A helyi kórháznál tartott ünnepség után a résztvevők 5,5 kilométeres sétát tettek a háború áldozatainak emlékét őrző temetőig, ahol megkoszorúzták a szimbolikus síremléket. 1991. augusztusában a jugoszláv hadsereg és a szerb szabadcsapatok ostromgyűrűbe zárták Vukovárt, miután elfoglalták a horvát Baranyát és Szlavónia dunaparti kis településeit. Az ostromban 1624 ember vesztette életét, 2500-an megsebesültek, és 22 ezeren kényszerültek évekre elhagyni otthonaikat. 1991. november 18-án törték át a védelem állásait az ostromló erők.
Abe Shinzo japán miniszterelnökkel tárgyalt Donald Trump. A megválasztott amerikai elnökjelölt New Yorkban, a Trump toronyban fogadta a tokiai kormány vezetőjét, aki a kampányban elhangzottakkal kapcsolatos kijelentéseket is tisztázta partnerével. Abe Shinzo a másfél órás megbeszélés után újságíróknak kijelentette, hogy a korábbi aggodalmakkal szemben úgy látja, Trump egy megbízható vezető, és ez fontos Japán számára. Donald Trump csütörtökön megnevezte újabb jelöltjét az egyik legfontosabb hivatali pozícióra. A leendő amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója Michael Flynn a hadsereg nyugalmazott tábornoka lesz. Flynn korábban a Védelmi Hírszerző Ügynökség vezetője volt, 2014-ben kellett távoznia a posztról vitatott kijelentései miatt. A kampány kezdete óta Trump támogatója. A német kancellárral és a francia államfővel, továbbá az olasz, a brit és a spanyol miniszterelnökkel folytatott hatoldalú megbeszéléssel ért véget Barack Obama amerikai elnök háromnapos berlini látogatása. A megbeszélésen a transatlanti kapcsolatok jövőjéről, Donald Trump megválasztott amerikai elnök várható tevékenységéről, valamint a Nyugat és Oroszország viszonyáról, a szíriai polgárháborúról és az iszlamista terrorizmusról, továbbá a brit uniós tagság megszüntetéséről és a nemzetközi menekültválságról volt szó. Barack Obama a német kancellárral folytatott megbeszélése után azt mondta óvatosan, optimista Donald Trump elnökségével kapcsolatban. Obama a többi között a globális éghajlatváltozás megfékezéséért kezdett küzdelem folytatása és a párizsi klímavédelmi egyezmény végrehajtása mellett is állást foglalt. Angela Merkelt pedig barátjának és legszorosabb politikai szövetségesének nevezte. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Hamarosan több felújítási projekt is befejeződik Gunarason és környékén. Sertésnapokat tartanak Szabadkán. Most kapcsoljuk a közügyek stúdióját. Szia Gabriella, mivel várjátok a nézőket? Szervusz, köszöntöm a nézőket. Ma az Újvidéki Apácai Kollégium új épület szárnyát megnyitották. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Balogh Zoltán Magyarország emberi erőforrások minisztere is. Erről számolunk be a műsorunk elején. Utána szó lesz az öreg otthonokról, az idősek helyzetéről és arról, hogy igen sok az engedély nélkül működő idősek otthona. Szó lesz továbbra az új közlekedési törvénymódosítási javaslatról, amely szigorúbb büntetéseket vezetne be. A tegnap Budapesten megtartott fiatal vállalkozók napjáról is beszámolunk. Magyar Levente, magyar gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár pedig stábunknak az egyhetes vajdasági körútjáról számolt be. Ezek a mai témáink, várjuk a nézőket. Köszönjük. Több mint 30 migráns próbált meg ma délelőtt egy tehervonaton átszökni Szerbiából Magyarországra. Az illegális bevándorlók csoportját a szabadkai vasútállomáson fülelte le a szerb határőrség. A migránsok a vagonok belsejében és a szerelvények alján próbáltak meg átjutni a magyar-szerb határon. Az illegális bevándorlókat bilincsbe verve vezették a rabszállítóik. A határsértőket a kihágási bíróság elé állítják majd. A belgrádi különleges bíróság elrendelte annak a 9 személynek az előzetes letartóztatását, akiket az Apatin és Zombor környékén lefoglalt fegyverek ügyében vettek őrizetbe. Azért kérték a bűnbanda előzetes letartóztatását, mert fennáll a veszélye, hogy ellenkező esetben elhagynák az országot. A gyanúsítottakat 2 napja tartóztatták le. Az akció során 9 kg plasztik, 20,7 kg TNT robbanószert, detonátorokat, több 10 aknát, lőfegyvereket és több ezer golyót foglalt le a rendőrség. 8 pisztolyt és 207 hamis bankjegyet foglalt le Csácsákon a szerbiai rendőrség szervezett bűnözés elleni osztálya. Fegyverkereskedelem gyanújával letartóztatták a 29 éves DB-t, aki eladta a lőfegyvereket a 45 éves JP-nek, akinél később a belügyi szervek meg is találták őket. 48 órára őrizetbe vették a gyanúsítottakat, és feljelentés követően az ügyükben az illetékes bíróság jár majd el.
Tűz ütött ki egy belgrádi bárban, két személy könnyebben megsérült, a pincérnő és egy munkás szenvedett égési sérüléseket az arcán és a karján. Két tűzoltóautóval oltották a lángokat, sikerült hamar megfékezni. A szerbiai RTV úgy tudja, gázpalack csere közben a maradék gáz a forró tűzhelyre került, ez okozta a tüzet. Az oltásban a szomszédos szórakozó helyben tartózkodók is segítettek. Hamarosan több felújítási projekt is befejeződik Gunarason és környékén. A faluban többek között a vízvezeték hálózatot is kicserélik. A gunarasi emlékmű felújítása már a végső szakaszához érkezett. Itt, ahol állok, napokon belül betonjárdán lehet megközelíteni majd az emlékhelyet. Gunarason a II. Világháború idején a magyar hatóságok egy emlékművet állítottak, valamint felépítették a jelenlegi helyi közösség épületét. Az emlékmű állapota sokat romlott azóta. A településen most emellett a vízvezeték hálózatot is kicserélték. A bogarasi faluházon is folyamatosan dolgoznak a helyiek. A gunarasi helyi közösség területén az összes utcában új vízvezeték van, és ezzel megoldottuk ezt a problémát, és úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lépés. Ami pedig az emlékművet illeti, az úgy szintén egy égető probléma, az egy nagyon régi emlékmű, ami méltánytalanul el lett hanyagolva az elmúlt időszakban, és ennek a felújítását sikerül úgy néz ki, hogy most elvégeznünk, ez egy pár napon belül befejeződik ez a munka, ami azt jelenti, hogy a környezetét is felújítottuk ennek az emlékműnek, azt a sok bozótot eltakarítottuk onnan, és azt a méltánytalan rossz járdát, ami ott volt előtte. A munkálatokat Kislinder Gábor, Topolya polgármestere is megtekintette. Szerinte a község területén tervezett munkálatok nagyon jól haladnak. El lehet mondani, hogy rendben van, be van fejeződve. A következő tervekről is beszéltek egy-két szót, tehát a biciklijárda a Gunarastól Pobeda felé arról a részről, meg beszéltünk egy-két szót Mahol és Gunaras közötti mellékút, ha úgy tetszik, vagy gyűlőút, aminek a tatarozását a zadai község is próbálja szorgalmazni, mi szerettük volna megtekinteni ezt, és tudjuk, hogy pontosan miről van szó, és ha minden reményeink rendben lesz, és esetleg pályázni tudunk, terveket el tudjuk készíteni, akkor esetleg közösen Adával ezt a lépést is meg tudnánk tenni. Gunarason és Bogarason várhatóan az év végéig elkészül az összes tervezett felújítás. Sertésnapokat tartanak Szabadkán. A főtéren csütörtök óta kínálják portékájukat az árusok. Több mint 40 kiállító, lacikonyhás, kézműves és különféle házilag elkészített finomságokat bemutató árus van Szabadka főterén. A látogatók a közelgő ünnepekre is beszerezhetik az ételeket, különféle dekorációkat és a hagyományos kézműves termékeket és díszeket. A rendezvény szervezője a Mangalica Tenyésztők Vajdasági Egyesülete. A célunk, hogy megismertessük az emberekkel a régi hagyományokat és az egészséges életmódra, hogy rávilágítsunk nekik. Tehát a régi hagyományok szerint elkészített termékeket mutassuk be, hurglas, vardi, kocsonya, és ilyen ízeket próbálunk visszavarázsolni a mai világba. Mangalica húsból, fehér hússertésből és szürke marha húsából készült termékek is megvásárolhatók. 800 dinár kilója, mégis kelendő a mangalica tepertő. A látogatók megkóstolhatják a Magyarországról hozott cigánykát, ami kolbászhús és máj keveréke hálóban megsütve. A rendezvényt Osztrogonac Simon, a Városi Tanács mezőgazdasággal megbízott tagja nyitotta meg. Kiemelte, fontos a mangalica népszerűsítése. Sokkal egészségesebb termékeket lehet ugye a mangalicából előállítani, mint a hagyományos sertésből, amelyek ugye 3-4 hónap alatt különböző koncentrátokon híznak föl. 200 dináros áron sült kolbászt és hurkát, valamint mangalicahúsból készült pleszkavicát vásárolhatnak és kóstolhatnak meg itt november 23-áig a rendezvény látogatói, de sült sülök is kapható 500 dinárért, illetve a már említett cigányka 300 dinárért. Erdélyből különleges sajtokat hoztak a rendezvényre. Ezek az erdélyi sajtok a magas hegyekből, a friss fű, a gyógynövények, ezek mind, amit legelnek a tehenek, ezekből mind benne vannak a tejbe, ezekből nincs semmi kivéve, ez természetes anyagból készülnek, tehintejből.
Van itt 3 hónapos érlelésű trappista, 6 hónapos, 1 éves, és van 2 éves érlelésű sajt is, ami a Parajdi sóbányában lett érlelve. Köménymagos, bazsalikomos, kakukkfüves, paprikás és borsos, valamint füstölt sajt is kapható. Méz, bor, pálinka, édességek, házi sütemények, kürtős kalács, zlatibori különlegességek és még sok más szerepel a kínálatban. A Crvena Zvezda kosárlabdázói megszerezték 4. győzelmüket az Euroligában, miután 83-70 arányban jobbnak bizonyultak a milánói Armani ellen a belgrádi Combank arénában. A belgrádi pirosfehérek a 23 pontos Marko Simonovic vezetésével a gyengébb első negyed után magukra találtak, és teljesen szétzilálták az olasz csapat védelmét. A milánói együttes soraiból a 14 pontig jutó Alessandro Gentil volt a legeredményesebb, a szerb Miroslav Radujica és Milan Mačvan 8, illetve 4 pontot ért el. A Crvena Zvezda 8 forduló után 50%-os teljesítménnyel, 4 győzelemmel és 4 vereséggel a táblázat 10. helyén áll. A 9. fordulóban a belgrádi együttes Isztambulba az Efes együtteséhez látogat. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Átadták az Apácai Kollégium új épületszárnyát Újvidéken. Az intézmény épületének bővítését az anyaország is támogatta. A Magyarországon megjelent madárinfluenza miatt Szerbiában veszélyeztetetté nyilvánították a határövezetben húzódó területet 10 km mélységben. Eddig több mint 2500 család boldogulását segítette a magyar kormány gazdaságélénkítő csomagja Vajdaságban. Több mint 30 migráns próbált meg ma délelőtt egy tehervonaton átszökni Szerbiából Magyarországra. Köszönjük figyelmüket, most következik a közügyek, a műsorban foglalkozunk a Magyar Emberi Erőforrások Miniszterének vajdasági látogatásával és a szerb közlekedésügyi törvény szigorításával. Utána Pannon Gazda, majd élőben közvetítjük a Magyar Emberi Erőforrások Miniszterének és a VMS elnökének közös sajtótájékoztatóját Szabadkáról. Azt követően híradóval várjuk Önöket, majd a Tegnap című magyar filmdrámát tekinthetik meg a Pannon televízió műsorán. Maradjanak velünk továbbra is, viszontlátásra!